Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Mai kulturális kínálatunkban jazzszel, méghozzá autentikus, hiteles jazzformációval jelentkezünk, illetve megmutatjuk, hogy mi minden történt a színházi világban Székesfehérváron. Tartsanak velünk! Kedves nézőnk, talán egyetértenek velem, hogy Vörös Tamás Székesfehérvár, illetve a hazai jazz élet egyik ikonja. Nos, 1979 óta először fordul elő, bármilyen hihetetlen is, hogy új lemezzel jelentkezett a formáció. Vörös Tamás a stílszerűen Vörös Marti díjas jazz ikon új formációja, amit természetesen Vörös Tamás projektnek hívnak, mutatkozott be a Szabad Művelődés házában. A kiváló basszusgitáros 1979 után gondolta úgy, hogy itt az ideje, hogy 4 évtized után saját csapattal varázsoljon. Az ember visszatér az ősei földjére mindig, ez most csak ilyen költői volt. Arra gondoltam, hogy még van bennem annyi, ebben a korban is, hogy elkezdjek csinálni zenekart. Ugye 79-ben csináltam saját zenekart, utána csak zenekari tag voltam, tehát nem mint zenei vezető. Itt már több számot is én írtam ebben a formációban, tehát egészen más. És azért más, mert van egy korszak, amit én imádok, ez a 70-es évek Davis Bridges Brew Tutu féle korszaka. Itt még mi tudunk, hogy micsoda, a mai gyerekek nem tudják, vagy a fiatalok. Projektet az alapító szándékaihoz hűen olyan fiatalok és kevésbé fiatalok alkotják, akik amellett, hogy hangszerük virtuózai és hazánk elismert zenészei különböző formációkban, azonosan gondolkodnak a zenéről. Maga a stílus, ez az egész fúziós jazz, hozzá nagyon közel lehet, és ebben nőttem fel, és nagyon szeretem ezt a stílust. Az, hogy a Tamással együtt muzsikálunk, én nagyon szerencsés vagyok, mert hogy Tamásra főnököm a hangszintermizői szakközépiskolában, mert a barátomnak tudhatom, és most illetve kollégák is vagyunk, és itt pedig együtt játszunk. Tehát nekem ez egy nagy dolog. Hogy lehet egy ilyen formációt felépíteni? Nyilván ehhez kell idő, tehetség az megvan, azt tudom, de kell hozzá idő is. Hogy sikerült egységessé tenni ezt a csapatot? Hát én úgy gondolom, hogy mivel mindenki profi, ezért nem volt nehéz összerakni a műsort, tehát mindenki megkapta az anyagot, mindenki felkészülni érkezett a próbára, és onnantól kezdve összeraktunk mindent viszonylag gyorsan. A Szabad Művelődés házának közönsége nem csalódhatott, a bodaiki hangszintér növendékei és a vágyfülű fehérvári jazzrajongók nagy utazást tehettek a csapattal egy olyan zenei világban, ami egyszerre kalauzol el a leporolt múltban, fénnyel burkolja be a jelent és a jövő vibráló vízióját vetíti elő.
Hargita Iván rendezésében mutatta be a Vörösmarty Színház a Kozák András stúdióban Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című világhírű regényének színpadi adaptációját. A bűn és bűnhődés a mély és tiszta szellemű, de ellentmondásokkal küzdő és meghasonlott lelkű géniusz, Dosztojevszkij legzártabb, legművészibb gonddal szerkesztett alkotása. Szerte a világon a bűn és bűnhődés lett életműve legismertebb darabja, és ez mindenképpen vonatkozik a regény színpadi adaptációjára is, amelyet a Vörösmarty Színházban Hargita Iván rendezésében Závada Pál öltöztetett új köntösbe. Kell azt érdemelni, hogy az ember eljusson a végére ennek a történetnek sok szempontból. Hát nyilván, ahogy az ember forgatta ezt a szöveget, úgy jövünk rá napról napra minden egyes alkalommal, hogy napra készen időszerű. Olyan nagyon alapvető érzelmi és gondolati és politikai, filozófiai dilemmákat feszeget, hallatlanul gazdagon, mindezt nagyon rafináltan egy krimibe ágyazva. Szerintem egy nagyon rendkívül izgalmas utazás, és azért azt érezzük, annyit elárulhatunk a nézőnek, hogy azt érezzük azért, amikor egy remek művet csinál az ember, tehát amikor egy ekkora zseni, mint amilyen Dosztojevszkij az ember forgatja a szövegét, talán jó esetben még valami fajta ügyességgel, tehetséggel is megáldja az embert, mert olyan erejű és bonyolultsága és gazdagságú az anyag, hogy talán ragad ránk ebből valami. Nagy Péter Raskolnyikovként is azzal az alázattal keresi önmagát, a sikertelenséggel, bűnnel bélelt mindennapokra a megoldást, ami egyedivé, emberivé teszi találkozását az elkerülhetetlennel. És mi okozhoz bele? Itt ül tegnap ez a Luzsin, és arról kezdett el okoskodni, hogy mennyire elterjedt már a bűnözés. Mit háborog, mondom, hiszen maga prédikálta itt az előbb, hogy ne a fele barátodat szeresd, hanem csak kis saját magadat. Mondom, ha végig gondoljuk az elméletét, kiderül, hogy szabad ölni. Mire ő csak háborni tűnt, és akkor megkérdeztem tőle, hogy igaz-e, hogy azt mondta a hugomnak, az ő mennyasszonyának, amikor az igent mondott, hogy nagyon örül a szegénységének, mert hogy sokkal helyesebb szegény lányt elvenni, akit aztán az ember uralkodhat rajta, és mindig emlékezteteti, hogy jót tett vele. Ez egy út, tehát egy nagyon-nagyon emberi út, ami egy olyan, látszólag egy nagyon szélsőséges megnyilatkozásba van beágyazva az ő útja, de pont ezáltal lehet ezt a sorsot általánossá tenni. Tehát, hogyha mégis kellene valamit mondani, akkor azt mondom, hogy a bűn és hogy hol van megbocsátás a bűnre egyáltalán. Tehát igazából, ha van alapvetésem, akkor ez erről szól. Tehát, hogy ez hol kereshetjük a megbocsátást. Lábodi Ádám Razumihint, Raskolnyikov barátjának alakját formálja meg. Most legalább el tudja képzelni, mi volt nálam itt az este. Egy szobában hat ilyen torok, ráadásul jól meglocsom a pucslikörrel. Ezt képzelje. Nem, barátom, ebben nincs igazad. A környezetnek igenis nagy szerepe van a bűnben. Ezt én tudom a legjobban. Én is tudom, hogy nagy szerepe van, de hogyha egy 40 éves ember megbestelmít egy 10 éves kislányt, akkor a környezet kényszerítette rá. De miért ne? A gyerek gyalázást nagyon is meg tudja magyarázni éppen a környezet. Ennyi is kölyen! Na, ez folyton hülyét csinál az ember. Állandóan csak ugat, te még nem ismered őt, hogyan? Tegnap este is, úristen, minket hordott össze, csak hogy az orrukra vezesse őket. Nagyon szeretem ezt a szerepet. Jó volt vele foglalkozni. Ugye itt szokták azt mondani, hogy Razumihin az kifejezetten az a karakter, vagy az a figura ebben a könyvben, vagy ebben az előadásban, aki egy picit a néző szemével gondolkodik.
tehát ő hoz be valami racionalitást, vagy tehát nagyon egyszerű kérdéseket tesz föl, vagy olyan egyszerűen csodálkozik rá azokra a gondolatokra, amiket akár Porfiritól, akár Raskolnikovtól hall. Nyilván itt az egész nyomor, az a fajta szegénység, amiben ezek az emberek élik a mindennapjaikat, és amik ezeket a gondolatokat meghozzák, és megszülik, az őre is vonatkozik, bár ő talán egy picivel jobb módban él, mint akár a Raskolnikov. Ez egy nagyon jó barátság, egy nagyon régi barátság az övék. Sok közös pontjuk volt nekik, és most valahogy elkezdtek eltávolodni. Az első jel erre az, amikor a Razumihin szembesül azzal, hogy ő nem olvasta például ezt a cikkét a Raskolnikovnak. Ő neki valamiért nem mutatta meg. Össze is vesznek rajta, vagy legalábbis a tartalmával nyilván nem ért egyet a Razumihin. Közben ott van ugye a Dunya, akibe beleszeret, és nem igazán lehet tudni, ez egy elvaratlan szál, és tulajdonképpen nincsen vége ennek a szerepnek. Én azt próbáltam benne megfogalmazni, hogy ennek a barátságnak mi a vége a darabon belül, és hát ez nem könnyű. Tehát azt hiszem, hogy itt egy búcsúzás van a végén. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ők többször találkoznak még az életben Raskolnikovval. Az, hogy a családdal mi lesz, az anyával és a Dunyával, hogy ő velük lesz-e még valami, tehát, hogy az a vágya a Raskolnikovnak, hogy a Razumihinre bízza a családját, hogy ez megvalósul-e, azt nem tudom. Ez nem derül ki. De szép feladat. Szonya szerepében Pálya Pomponiát láthatjuk, aki a maga természetes mélységeket megmutató alakításában tárja elénk egy tragédia emberi megoldását. Mit nézel, mint a szerencsénkkel? Hallgass! Igen, mezitláb van a lidocska, de te tudod, hogy miért? Nem. Ledölt volna az ágyra, aztán horkol, én hajnalig vízbe pancsolok, kimosom a szennyesét, a gyerekekért megszállítom az ablaknál, ez lett volna az éjjeli pihenőm, most meg sürgölődök körülötted, teszek veszeny, vizet hozok neked, letörlöm a fért, a verejtéket, aztán közben a toppal beszélek a csárat. Nem kár, szokott is vesztegedni a megbocsátás. Érdekes Iván részéről ez a feladat, amivel megbízott, mert ugye, amilyennek ismerjük a Szonyát, az egy nagyon másik karakter, akár lelki karakter, vagy testi karakter, mint én. Izgalmas volt keresni mégis azt, hogy esetleg nekünk mi a közös pontunk, de aztán később talán az volt a legjobb része, vagy én azt szerettem az egészben, hogy valahogy ikonná kell válni, a Petinek kell egy olyan kősziklának lenni, akinek valhat. Az, hogy ezt milyen úton érem el, és hogy tudok-e az lenni, azt nem tudom biztosan. Az tanította nekem ez a feladat, hogy vannak törvények, és van valami hit, vagy valami egyetemes erő, amiben mindenen túl lehet talán bízni, és hogy igazából ez nekem is meg kéne találnom. A páratlan lélekábrázolás, az emberi jellemek szuggesztív erejű rajza, a magával ragadó stílus, a mesteri kompozíció, a piszkos bérkaszárnyák folytott levegőjű odúinak szorongatóan hiteles képe az új színházi évad egyik fontos darabjává emeli Hargitay Iván rendezését. Szívem, mintha egyet fordult volna benne. Én voltam.
Én öltem meg. Az öreg zálogosnő és a húgát, Lizavettát, baltával agyonütöttem és kiraboltam. A Szabad Színház Nagy Judit rendezésében mutatta be Urbán Péter nagyszerű darabját, a Három Erdődit, amellyel az 1956-os forradalom és szabadságharcnak állít emléket. A drágalátos unokája belépett az ávóba. Mi köze hozzá? Magam ura vagyok. Ezek azt csinálok, amit akarottunk, és ez meg közéjük áll. Nem harcoltam ellenük. Nem, de a frontot te is átéltem. Lóhús tettünk, mert csak azt tudtam szerezni, te is azzal váltam. Nem kértem, hogy etes. 8 éves voltam. Urbán Péter a kortárs magyar irodalom egyik apostola ismét egy olyan alkotással jelentkezett, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc tükrében egy olyan mélységesen mély emberi történetet tár elénk, amely egyszerre őszinte és sugárzóan tiszta. Minden írónak van valamiféle olyan helyzete, ismerete, amit nem kell annyira megtanulnia, mert a gyerekkorából hozza magával. És ezek a férfi szerepek voltak azok, amiket én szabadna úgy mondanom, hoztam magammal, tehát nem kellett őket megtanulnom, nem kellett kitalálnom annyira, mint más szerepeket, más kapcsolatokat. Tehát ez a generációkon átívelő bonyodalmak, veszekedések, konfliktusok, ez kicsit, mintha benne lenne a gondolkodásomban, vagy úgy velem együtt növekedett ez a történet. Azért gondolom azt, hogy viszonylag tisztán tudtam előadni, megírni. Miattunk, te csak ne lépjél be az államvédelmisekhez. Már késő. Aláírtam. Nem akarok megragni, tenni akarok valamit. Mégiscsak a rendet védeném. A rendszer, nem pedig a rendet! Az ugyanaz! Lesz rendfokozatom. Mondom, hamar előléptetnek. És azt hiszem, hogy kevésbé fogod bemocskolni magad, ha tiszt leszel? Nem is tudom. Igen. Én parancsolnék, és nem nekem parancsolnának. Nagy Judit az elsők között mélyülhetett el a kamaradráma mélységeiben, és olyan hiteles történetet, az 50-es évek hétköznapjaiban megharcolt élet döbbenetes valóságát állította színpadra, amely hitelesen közvetíti Urbán Péter lélekemelő üzenetét. Ezért csináltam meg ezt a darabot, mert úgy gondoltam, hogy a nemzeti ünnep lelki, valódi lelki átélését segíti ez kicsinek, nagynak, fiatalnak, idősnek. Engem nagyon megérintett már a novella is, és amikor megtudtam, hogy van belőle egy színdarab is, mondjuk végig a prózából még átemeltünk néhány mondatot, akkor én nagyon lelkes voltam. És hát nekem megszólalt ez a dráma, és azoknak a hangján szólalt meg, akiket láttatok, akik játszották ezeket a szerepeket, és úgy gondoltam, hogy ha nekem ez ennyi mindent mond, akkor a közönségnek is fog, és hát lám beigazolódott, mert a diákok is visszacsatolták azt, hogy megérintette őket bizony, és az időseket is. Ma megint behoztak egy mocskot, így mondja. Magyarázom neki, hogy azok a mocskok mi vagyunk. Nézd rám, látszik, hogy nem érti. Azt mondja, ellenségek, csak rombolni tudnak. Vagy fasiszták. Azt se tudja, mit jelent, de így hív mindenkit, akit bevisznek. Ki kell hoznunk onnan. Nem úgy néz ki, mint aki ki akar jönni belőle. De ki akar, csak még fel kell ébrednie. Nehezen fül meg, mint a béka a melegedő vízbe. A darab egy családon belüli három generáció személyes és összefonódó történetében láttatja egy egész nemzet sors tragédiáját, az 56-os történések borzongató valóságát, Szabó Miklós nagyapaként a tapasztalt és mélységesen emberi sokat látott embert testesíti meg. Ez egy egyszerű történetnek tűnik, de egy
Valószínű, legalábbis én úgy gondolom, hogy ez egy hányatottatott sorsú családról szól, aki tulajdonképpen mindent elveszített, és semmi olyan nem maradt meg az életében, ami pozitív lenne. A nagyapa elveszítette a feleségét, a menyét, elveszítette a fiát a Donnál, és azt hinni az ember, hogy ennyi csapásból elég is, és akkor belép az ávóba az unokája. És valamit tenni kell, és hát egy elég faramúci, én úgy gondolom, hogy nem szokványos módon győzi meg az unokát arról, hogy neki nem ott a helye. Trianon idején még gyerek voltam. Azt tanultuk, hogy az ember teljesítse a kötelességét mindenáron, hogy nem csak magunkért, a hazáért is élünk. Jó volt ezt tudni. Kolozsvárra még győztesként vonultunk be. Azt hittük, minden jobb lesz, új korszakot írunk. Csak varga betű volt. Jött a Don és minden tönkrement. Ott tanultunk meg veszíteni. A tragikus sorsú apa Endre szerepében Horváth Gergely tárja elénk az alkoholba menekülő ember sorsát, aki elveszítette a világháborúban testvérét, feleségét, és akit a rákosi korszak a perifériára szorított. Igazából megvalósításban, tehát színpadilag, színpadtechnikailag is, megszínészi játékban is arra törekedtünk, hogy manírok nélkül minél egyszerűbb színpadi eszközökkel vigyük színre a darabot, mert úgy gondoltuk, és hát a Judit, a rendező is úgy gondolta, hogy ez illik hozzá leginkább. Azt mondják odabent, hogy aki nem üt elég nagyot, az áruló, az a mocskokkal van és gyáva. Versenyt rendeznek. Nem is a vezetők parancsolták, csak magunktól. Ki tudja, egy ütéssel a padlóra küldeni az ipsét. Sörben fogadunk. Fogadnak. Mivel én fiatal vagyok, ezért nem számítok annyira. Nem rám figyelnek a legjobban. Büszkék, ha győztek és leütötték a fasisztát. Csizmadia Máté a forradalom előtti időszakban élő fiatal felnőtt útkeresését, megvilágosodását vetíti le, azt a sorsot, ami meg annyi fiatal embert taszított az ismeretlenbe. Tanulságos és egyben nehéz is, mert nem éltem akkor, igazából nincsen fogalmam közvetlenül arról, mi is történt, csak amit olvasunk, hallok. És nagyon megérintett, amikor próbáltuk. Mondták a többiek, akik idősebbek, hogy mi történt, mikor, hogyan, és mit, hogyan csináltak, és rádöbbentem, hogy magamba szívtam ezeket, és úgy, ha ezeket ki tudom adni, akkor jó. És volt, hogy hazavittem a karakteremet is, és tovább öllődtem benne, de ez a színjátszás, és én nagyon örültem, hogy megkaptam ezt a szerepet. A Három Erdődi című előadás alkalmas arra, hogy a művészet eszközeivel közvetítse 1956 nemzeti, családi és személyes tragédiáit. A mű, ahogy a premiéren is megtapasztalhattuk, tovább gondolásra sarkal. Üzenete mindenki számára azonosan segíti 1956 lélekemelő pillanatainak beágyazódását a mába. Jobb légy, mint én. Hagyd már ezt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!